Eredetileg a dobozgyűjtés az unokáimmal kezdtem el. Én ezekből a dobozokból ilyen állatokat, meg figurákat, ezt-azt ragasztottam nekik össze, és hát mint óvodások, minden nagyon élvezték. Aztán megunták, aztán maradt egy csomó doboz, és eszembe jutott, hogy házi orvosaim emlékére is kéne egy bábot csinálni, és hát miből másból, mint a gyógyszeres dobozokból. Hát ami, hát hogy igazi legyen a történet, ezt én szedem, ezt az összeset, ami itt doboz megjelent. Hát most már várnom kell mindig, hogy elfogjon a havi készlet, és akkor tudom folytatni csíkonként a bábot. Mindjárt mutatom a felső részét, hogy fog ez folytatódni. Tehát ennek ez lesz így a teljes formája. Aha, értem. És itt még a legvégén ott megszűnik, és ott egy más kép lesz befejezve. Tehát nem végig megy a doboz. Ez az oldala sima, tehát hogy és a vége ilyen szaggatott, mint ahogy ki lenne marva belőle, vagy mit tudom én. Hát más nem nagyon tudok hozzátenni, nagy élvezettel pakolom föl a dobozokat, ha éppen van. És ez a hosszú élet titka. Csak még a címét nem tudom, hogy mi legyen. Körülbelül 10-15 félét szedek, úgyhogy. De hát abban vitaminok is vannak, ez az amazzal. De hát ami betegség összejöhet, a cukortól a vérnyomásig, a szívig, mindenféle gyógyszer van. És mindegyikből kettőféle, háromféle, amikor hogy dolgozik a házi orvos. De eddig mindenhol megdicsérték a házi orvosomat, mert pesti kontroll, röntgen, meg szív ellenőrzés, stb. És mind azt mondták, hogy mert vittem a névsort, hogy mit szedek, mert fejből nem tudom. Végignézték, azt mondja, hát nagyon jó, azt mondja, nem is akarunk ezen változtatni. Azt mondja, kitűnő orvosa van. Úgyhogy, hát még életben vagyok, ez azt jelenti, nem? Úgyhogy tudta, akkor hogy... Akkor mégiscsak az orvosnak készül az emlékmű. Igen, hát igen, házi orvosok emlékére. Lehet, hogy ez lesz a címe. Szóval itt legyen a... Hát a család, Deim család első tagja az 1804-ben került Szentendrére. Lanzendorfból jöttek, tehát Ausztriából. Hát malmos lehetett az illető, mert egy malmos családba nősült be. Mikor meghalt az illető, akkor lett Deim malom. 32-ben, mikor én születtem, akkor szűnt meg a malom, bár már egy-két pár éve már nem működött, mert tönkretették ezeket a kismalmokat, vagy 6 dolgozott itt a patakparton, és az a malom, amiben most a képzőművészet bevonult, az tette tönkre végeredményben. Ez egy nagy gőzmalom, vagy nem tudom, mivel hajtották, de nem vízzel. Aztán később más malmok tönkretették ezt a malmot, vagy mit tudom én, a budapesti malmok elvitték a kuncsaftokat, aztán különböző gyárak telepettek, állítólag fűrészlapgyár is volt. Hát most 2/3 kész, 10 évvel ezelőtt készült el az első harmad, azt még a művészeti kuratórium intézte, a pénzt is mi szereztük. És tehát, hogy nagy... te tagja voltál ennek a kuratóriumnak? Igen, igen. Egy darabig elnöke voltam, amíg a Csikán Bálint volt a vezetője, sajnos ő meghalt, aztán építészek is tagjai lettek ennek a
kuratóriumnak, és hát akkor indult el a pályázat, ők tervezték, és a pályázatban 90 milliót sikerült szerezni. Hát az is minisztérium, stb. Tehát voltak összekötetések, és a város pedig 60 ezeret kellett volna két év alatt produkálni, és 3 évig itt ment el húzavonal. 60 ezeret? Igen. Ja, nem, milliót. Ja, jó, hogy mondod, igen. És azt nem szavazta meg a képviselőtestület, de mikor visszakérték a pénzt, akkor azt mondták, most már az nagyon ciki, hogy visszaadni a pénzt. És akkor belementek, és akkor indult el, és ezt a 1/3-ot akkor ennyi pénzből föl lehetett építeni. Úgyhogy ma már nem. És hát eredeti terv az volt, hogy ez lesz a Szentendrei Festészet Múzeuma. Fölső, legalábbis a mi elgondolásunk szerint, fölül lenne végig a klasszikus anyag, a múzeumi anyag, ami állandó, és az alsó rész pedig végig alkalmi kiállításoknak hát mivel több felé lehet osztani, egyszerre több kiállítás is lehet, de nagyobb volumenű kiállítást is lehet fogadni, és egy reprezentatív hely, ami nyitható lett volna erre a térre. Remként és az itt élő művészeknek nem volt annyi lobby ereje, hogy az egészet végig... Nem, meg se kérdezték, hogy ezt a pályázatot már úgy csinálták meg, hogy az, hogy múzeum, sőt, a mi kiállító helységnek se szerepelt. Ilyen alkalmi minden legyen. Tehát aztán betolakodott a színház. Mert mikor már épült, azt mondták, hát ez olyan fantasztikus, hát ezt a művészeknek odaadni, hát ez ennyit, ilyen sokat. A két dolog nem zárja ki egymást, hát de hiszen kizárta, mert a performanszok azok ugye na, az átmenet más, a színház hát és a képzőművészet. Jó, hát az között. Képzőművészet még, igen. Hát most pillanatnyilag csődben van a város, már csőd biztos dolgozik itt. Úgy eladósoltak. Szentendrével. EU-s pályázatokra teljesen kinyifantak, úgyhogy... Hát pedig valaha, hogyha valahol van idegenforgalom, itt azért van? Hát van, de hát azért, hogy mondjam, számogatás nélkül nem megy egy múzeum se, úgy hiszem, hogy még önállóan fönn tudja tartani magát. Ez állami támogatással kell, hogy működjön. Úgyhogy... Hát persze meg be kell járatni, meg a középső részt meg kellett volna csinálni, hogy legalább beüvegezni, hogy... fiatal művészeknek, például egy kiváló kiállítóhelység, meg egyéb kiállításokra, már volt itt üvegkiállítás, igen, sokféle volt, én is festészeti anyagot is raktunk bele. Úgyhogy hát a pályázat elment a főtérre, sajnos meg a főutcára. Oda 100 milliók mentek el. Úgyhogy én inkább ezt fejeztem volna be, az egészet, és akkor már működhetne komoly apparátussal az egész. Na most én ott születtem, tehát abban az épületben, ahol volt a malom. És hát ez egy fantasztikus hely volt, a patakpart mellett volt a Deimház. Játszótér, tiszta patak, ott fürödtünk, gátat építettünk, halásztunk. Szóval egész nyarunkat szinte ott töltöttük. És akkor ott kezdődött végeredményben a rajzolási készségem, hát főleg mikor beteg lettem, tehát akkor volt ilyen egy hónapig skarlát, vagy mit tudom én, akkor teljesen zárt helyen kellett maradni, és akkor vettek nekem ilyen vázlatfüzetet, és akkor én abban rajzolgattam. Főleg másolatokat készítettem levelező lapokról, meg én régi levelezőlapokról. Úgy tudom, hogy te későn kerültél a főiskolára, nem egészen igen. Fiatalon. Hát már 27 éves voltam, mire kerültem. Hát megpróbáltam többször, 4-szer. 56 előtt 3-szor, aztán 56 után 1-szer. Innen kapott az akkor DISZ, vagy milyen ifjúsági szervezet volt itt? DISZ. Hát én...
buta fejjel, most idézőjelbe teszem, mert nem tudom, hogy jól csináltam, vagy nem, nem léptem be ebbe a szervezetbe érettségi után. És annak a vezetője gyerekkori pajtáson volt, ilyen patakparti játszótárs. És hát tőlük kérték a politikai megfelelés, hogy hívták ezeket a papírokat, amit... Ajánlás. Ajánlás, igen. Na és ő írta az ajánlást, és nem ajánlotta, mert nem léptem be, gondolom. A játszótárs. Talán fél cigány volt, vagy az apja, vagy az anyja, most nem tudom. Nagyon rendes szülők voltak, mindegyik, 6 gyerek volt, úgy tudom. Mindet kitanította, és szóval rendes emberek lettek. Na ez lett egy kicsit furcsa gyerek. Állandóan a plébánián volt, ő minisztrált éjjel-nappal, délután, akármikor. És aztán, amikor jött a felszabadulás, akkor látta, hogy hoppá, ittem, kezd valami más dolog fontos lenni, meg hát ezért ott nem vett, mert talán ő papnak is akart készülni ez a gyerek. És akkor gondolta, hogy a pártba ugyanazok az elvek vannak, vagy mit tudom én. És aztán ő volt a döntnök. Csak betűzött. És ennyi volt, 3 felvételi, be se hívtak. És akkor megkérdeztem, hogy miért, biztos elveszett a postán. Na, először elhittem, másodszor már nem, de azért mindig mentem, felvételiztem, persze nem vettek fel. És akkor 56 után gondolom ezeket a papírokat elégették ott a főiskolán, hogy mit csináltak, megsemmisítették, és akkor vettek föl. De a felvételim 56 után annyiban volt érdekes, én a honvédségnél voltam, amit Szenten, a tiszti iskolán rajzolok, de civil rajzolok. És 56 után, hát aki benne a főiskolám volt, most nem tudom már a nevét, egy százados, vagy nem tudom mi, katona, festőművész volt az egyik ilyen beszélgető, aki a politikai dolgokat figyelte. Na, elég az hozzá beszélgetni, és akkor megkérdezték, hogy na, hát hol dolgoztam? Hát mondom, a honvédség. Azt mondja, és 56 után is? És mondtam, igen. Abba pillanatban befejezték, azt mondja, jó, ha ott, akkor ott maradhatod, biztos rendes volt 56-ban. Úgyhogy, és kik lettek a mestereid? Hát, mondjuk... Én ezeket sajnos megtagadtam akkor, most már egy öreg fejjel egy kicsit a nagyképűnek tartottam magam, hogy Ég Sándor tanított, meg Pap Gyula. És aztán ezeket mindig, mikor kérdezték, hogy kik voltak a mesterem, akkor mindig Gadányit, Vajdát, bár Vajdát személyesen nem ismertem, csak mint szentendrei művész. Hát és az évfolyamtársaid? Akit mi akkor ott fontosnak tartottunk, az majdnem mint Kossuth Díjas lett. Nádler, Bak Imre, Altória is az lett volna, csak hát az fiatalban meghalt. Akkor Jovanovics, aztán ki is volt. Hát mondjuk az akkori avantgárd. Vagy a később a neo-avantgárd. Igen, igen. Kénytelen vagyok visszatérni Ég Sándorra. Egyrészt nem lepődök meg azon, hogy később nem szívesen vállaltad. Ég Sándorról azt kell tudni, hogy a Vörös Hadsereg, ha jól tudom, őrnagyaként lett a képzőművészeti főiskola tanára. Gondolom 56 táján különösen érdekes megvilágítás utána. De többen azt mondják, hogy egy egész rendes ember rendes volt. Ember volt. Igen, hát ő mentette meg, hogy Kondor Bélát ne rúgják ki a főiskoláról. Úgyhogy szóval ilyen szempont, hát velem is úgy volt, hogy mikor mutattam, feladatok voltak például illusztráció részkarcban. És akkor hát mutattam az első pár példát, azt mondta, hát én ezzel nem értek egyet, de hát ha úgy gondolja, csinálja. Tehát nem csinált belőle cirkuszt. És ennek van egy nagyon érdekes története, hogy
A Skanzenben volt egy családi kiállításunk. Unoka, fiam, kettőnk részt vettünk benne. Tehát egy ilyen családi. És ott volt egy teremőr, és hoz egy katalógust, hogy dedikáljam. És hát mondom, akkor mondja a nevét. Azt mondja, Ék, most nem tudom, Erzsébet vagy Zsuzsanna. Ék Erzsébet. Erzsébet. Osztálytársam volt az általános iskolában. És mondom, csak nem Ék Sándor hoz rokonságban, azt mondja, hát a lánya vagyok. Jelmeztervező, igen. És hát akkor beírtam neki egy pár sort, és másnap egy bekeretezett részkarcot, amit még Ék Sándor alatt csináltam a főiskolán, azt neki dedikálva másnap, vagy harma, vagy egy hét múlva, nem tudom, átadtam, hát könnyekig meghatódott. Ez 1957-es. Igen? Kép, még főiskola előtti, mondjuk úgy, hogy impressionista, tájképfestői, csendéletfestői korszakomból való. Ebből már kevés van, de ezt még megőriztem, meg még egy néhány darabot, hogy a történészek tudják, hogy merről, merre, meddig. Ez de egy... én nem semmisítem meg őket. De ez egy teljesen másik világ, mint teljesen, a mostani. Hát a Szentendréből indultunk ki, hát itt a alapító tagok, tájképfestők voltak, és én már itt kezdtem részt venni főiskola előtt is tájképeimmel a szentendrei tárlatokon, és így tovább. Tehát, hát hol kezdje az ember, a tájképnél, vagy rögtön absztraktba menjen? Hát pláne akkor még a művészetről nem sokat tudtam. Elmélettel akkor nem foglalkoztam. Most eldeformált a főiskola, meg a kollégák. Ez már a főiskolán. Ez már készül. Főiskolán készült. Itt a Kondor Béla hatása. Amit ezt meg fogom adni. Igen. Ez a Kondor Béla hatása itt még érződik. Hát akkor az nagy, nem akkor, hát ma is nagy előd, hogy így mondjam. Tehát itt a kondoros rajz, technika, kontúrozás. Ez talán az egyetlen önarcképed. Hát van még egy, de az nem nagyon jó sikerült, azt nem mutogatom. Nem tudom, az arcképemmel nem foglalkoztam. Egy-két tollrajzom van, ami, sőt, öregkori van, na majd ezt megmutatom, önárnyék. Azok között van egy-kettő, ami nekem érdekes. Itt a bábú, csak én vagyok. Ja, ez az. Ezek az árnyékok, tehát a napsütésben, hogy a földre vetődnek az árnyékok. Igen. Rajz közben. Akkor. És így. Hát ilyen árnyék. Akkor. Ilyen. Hát ha nem kell, nem ki. De ez hát, nagyon de érdekes. Akkor ez is ilyen. És akkor még kövére voltam, jó nagy pocakon volt. Tehát engem mindig valami érdekes, most látok valami vizuális dolgot, akkor én nem törődök, hogy eddig mit építettem már föl, és hogy más nem lehetne, hogy belezavarjon, én azt megcsinálom, aztán van. A főiskola után nem sokkal volt az első iparterv kiállítás, ami szintén, igen, igen. Hát ilyen nagy vihart kavart. Na, azon én már nem vettem ezt részt. Ezt akartam megkérdezni, emiatt, hogy miért nem vettél részt? Emiatt a művésztelepi lakás miatt, mert nem kellett a balni. Minisztériumban kihúzzák a nevemet, akkor egy kis lakásban laktunk, úgyhogy hát, gondoltam ez a fontosabb a munkához. Úgyhogy, hát aztán így ki is kerültem ebből a csoportból. És kiket tekintesz olyan képzőművészeknek, akik hatással voltak rád? Hát mondjuk a külföldit, akkor Bennik Bennik Holzon, igen.
akkor hát a Moore-nak a rajzai, azok nagyon megfogtak, hát a szobrai is persze, de különösen a rajzai. Hát Magyarországon Barcsai, Vajda, Gadányi, volt egy nagy Gadányi kiállítás. Valaki szétszedi a természetet, és újra összerakja. Két dolgot nem absztrahált. A lovakat, meg az embert. Az alig-alig, az megmaradt majdnem hát nem realizmus, de hát szóval nem szedte szét, mint a Picasso, mondjuk. Ez nagyon tetszett nekem. De, hát főiskola után, ja, hát akkor ez a zuglói kör megalakult, és hát Molnár Sanyi kapott egy nagyobb lakást, ami nagy terem volt, és az műterem is volt. És hát oda kezdtünk járni. Hát úgy hetente volt egy nap, amikor elmentünk, és dumáltunk a művészetről. Mindenféle badarságot, amiket fiatalok mondanak, meg okos dolgokat is, minden. Főleg a agytröztök, a Bak Imre, meg a Molnár Sanyi voltak. Ők voltak ilyen teoretikus agyúvizék. És akkor a Molnár Sanyi felesége külföldi folyóiratokból, hát akkor már hozzá lehetett jutni. Már főiskolán is már lehetett látni ilyeneket. Különböző fordításokat, mondjuk Kandinsky írást, Klee-nek az írásai, Bazin, meg ezek. Tehát, és akkor ezeket sokszorosította, akkor még itt is van egy-kettő ezekből. Nekem is megvan. És akkor ezen nevelkedtünk, tehát pótoltuk a főiskolai hiányosságot, mert Cézannál a művészettörténet oktatás befejeződött, úgyhogy. És akkor ebből lett balhé is ott a főiskolán, mert mi csináltunk egy avantgard kiállítást, a Kiss klubba, vagy mi a fene volt akkor, és Domanowski főhívta este a Acél György, hogy azt mondja, hallom, hogy nálatok milyen jópofa kiállítás van. Doma, azt mondja, miért, milyen? Nem is tudott róla. Úgyhogy, hát azt mondja, nézd meg, másnap reggel korán már bejött minden, hát nem volt engedély rá. Hogy, és ilyen modern neskedő, hát ma már nevetséges, hogy miért zárták be, vagy miért volt botrány. Úgyhogy külön összehívták utána, hiszét, ja, bezárták rögtön, kész vége, nincs kiállítás. Összehívták a növendékeket, és elmondta a politikai tisztottan, hát a marxista tanszék vezetője minden, hogy hát ez milyen nem ide való dolog, meg ez, meg az. És még fölbéreltek diákokat is onnan, hogy ők is mondják, hogy hát ők, mert hát ilyenre is volt akkor vállalkozó. Én arra emlékszem, azok a kolostor képeid, azok nagyon erősen megragadtak engem. Egy ilyen nagyon meditatív, nagyon halk és nagyon elegáns, szép, hogy mondjam, a színeket szinte teljesen kihagyó művek voltak azok. Ezek a rilai kolostorok. Igen, igen. Hát most erről mit mondjak? Hát hogy érintett meg ott hirtelen az igen. Az áhítat, ami ezekből a képekből sugárzik? De most ennek volt előzménye is, mert Szentendrén ez a szerb kultúra, templomok, ikonosztázai, akkor az itteni bádok Krisztusokról, én már csináltam hasonló képeket, és véletlen jutottam persze Prilepbe, mert valaki lemondta, hogy hívták ezeket? Művésztelep. Hát szerencsére lementem, mert közel távolban nyáron se víz, semmi, főn a Szikla hegyen, és egy kolostor. Csend volt, úgy, hogy a Móricz Zsigmond mondja, hogy az alkotáshoz léleknyugalom kell. Na most, hát az ott megvolt, mert mással nem kellett foglalkozni. De ez már megjelent a kolostor sorozatban is, ezen a képe, ennek az eredeti változata. Ez fantasztikus volt. A templomnak az egyik kapu kijárata
ilyen íves volt, és semmi más nem látszódott, csak égbolt. Tehát itt rögtön mélyre ment le, tehát semmit tájelem nem volt, csak egy kék nyílás. És ebben a szürke, sötét templomból ez a kijárás, és itt jöttek, mentek az emberek, így fekete sziluettként jelentek meg, szóval ez mint vizuális élmény, ez nagyon erőteljes volt. De ott látok egy kisebbet is, ami szintén olyan jellemzőnek tűnik. Nem tudom, mi is a cím ennek, azt mondja. Miért arra? Kérdője. Hát igen. Erőt eszembe, hogy hát ezek jellemzőek ezek a ferde vágások a képeken. Én úgy vagyok, csinálom a képeket, azt a művészettörténészek majd magyarázzák. Nem mindig jól, meg minden, de találják ki, hogy szóval miről van szó. Ami nagyon jellemző rád, egy redukált színvilág és egy redukált formavilág a tőmondatosság szerű szerkesztésre irányuló törekvés. Hát aztán, hogy ezt hogy lehet még tovább ragozgatni, az tartozzon tényleg művészettörténészekre. Minden esetre itt Szentendrén igen. Az a szobor, ami igen, szinte de. Emblémája Szentendrének, az nagyon jellemző rád, ahogy néztem a festék viszont, mint hogyha lekopott már volna. Már nagyon, igen, ezt már javítani kellett. Hát ezek úgy egy időbe készült, hát persze pár év differenciál. És ez látható itt Szentendrénél, ahogy az ember bejön. Igen, igen. Az műanyagból készült ez a Zámbó akció, a szobor, hogy csinálunk szobor kiállítást Szentendrén, és de aztán leállították az öreg asszonyok. Nem tetszett, és betelefonáltak a városházára, hogy hát mi ez itten. És akkor mivel nekik se tetszett, úgyhogy le is állították programot, és így nem lett kiállítás. A te szobrod, mintha eredetileg másként lett volna festve, rosszul emlékszem? Így, ez több változatban lett. Anyszát van festve, akkor mindig alakul. Hát most ramatya állapotban van már. Hát ezt még a Zámba öcséi kezdeményezték, hogy itt a posta előtti részen egy modern szobor kiállítást, tehát nem végleges szoborállítást, kiállítást szerveztek, és akkor kértek meg, hogy vegyek én is részt, és ők megcsinálják a technikai részét, mert hát ez fizikailag elég nehéz munka, és a kivitelt ők vállalták, és műanyagból készült. Hát az persze ott voltam a formálásnál, hogy milyen, hogy mitből faragjanak még le, vagy ne. És ezt elhelyezésnél végül nem a posta elé került, hanem ezt javasoltuk, meg többen is mondták, hogy hát tegyük ide. Hát ez nem a legjobb hely éppen szoborállításhoz, legalábbis én ezt túl picinek is találtam ide, ezek a nagy világító oszlop. Szóval nem egy ideális dolog, de hát ha már ide került, köszönő szobornak lett elnevezve, úgyhogy hát ez köszönt itt. Valóban, mert ahogy igen. Budapestről ezen a nagy úton jönnek be az autók, igen. Szentendrét ez fémjelzi, ez a mű. Na most még... ahhoz képest nincs eléggé jól karbantartva. Sőt, hát ezt nekem kéne karbantartani, mert az én tulajdonom. Csak hát tél jött, unokák szanaszét vannak az országban, nehéz összeszedni őket, hogy segítsenek, de most már alakul a dolog, hogy nekiállunk és rendbe tesszük, de nem biztos, hogy itt lesz. Lehet, hogy mégis átvisszük a post elé, mert a város nem engedte fejleszteni a kiállítást. Az minden esetre egy sajátos helyzet, hogy egy köztéri szobor, ami nem a közé, hanem magántulajdonban van. Hát ezt így, a szerződést így kötötte meg
az Ámbőcsi, úgyhogy ilyen kalandos története van folyamatosan. Most meg hát ezt akarják innen elvinni, mert hogy turulmadarat akarnak ide fölállítani, úgyhogy még nem tudni a sorsát. Ez a meghajló figura abban az angolvörösben, igen. Az hát meg szinte már egy profilt is formáz. Igen, hát ez annak a profilja. És hát ezek pedig a drótok, ez nemrég került bele ebbe a motivumanyagba. Ez ilyen szöges drót. Szöges drót, igen. Hát ez most aktuális, az egész világban van szöges dróttal kerítve, hogy így mondjam, pszichésen is, meg valóságosan is. És én gondoltam, hozzászólok a politikához, amit azért kerülök. Hát persze úgy lesz politika, hogyha kitalálják, hogy legyen benne. Jé, ez olyan, mintha meg, nem tudom. Ez valahol nem innen indult el. Ez a kőműves Kelemenné grafika, szitanyomat. És hát itt van először, hogy a bábú egy falba van beépítve. Hát ahogy a kőműves Kelemennét is beépítették. Tehát ez volt az első, és utána hát kezdtem domborművekkel is foglalkozni, sőt, térplasztikával, és annak az egyik változata lett a Golgota. Mondjuk, ez lett a győri emlékmű, 56-os emlékmű. De ez nem ahhoz készült, ez már készen volt. Hát itt a térdelő figura, sírató és a keresztre feszített. Hát ez karóba húzás is lehet meg. Tehát ez egy másfajta, tehát maga a kereszt forma is az emberből tevődik össze. Ezek már későbbi változat. Hát ebből csináltam jó néhányat. Akvarellbe is, meg festménybe, olajfestménybe. Ebből elég sok készült. Hát van itt ilyen változat is. Hát a Nadler megkérdezte, hogy jutottam ezekhez az X-ekhez. Hát hirtelen nem tudtam mit mondani, te mondom, én lottózok, és mondom, hát ha itt hasznosabb az X, mint amit ott berajzoltam a lottózóban, mert abban nem nyertem. De hát ez csak vicc volt, mert hát ezeket nem lehet pontosan követni, hogy egy élmény, anyag, elindul egy forma, egy képen, hogy az merre vezet, mi az sok, indítója. Nagyon sok technikában hát dolgozol. Hát csináltam szobrokat. Festmény, grafika, szobor, a grafikának több műfajában. Igen, alugrafika, aztán kis szita, részkarcba is. Itt van egy ilyen alugrafika. Ez tulajdonképpen micsoda? Az alugrafika. Alugrafika, hát alumínium lemez a nyomófelület is, de ez egy offset technika igazából, de ennek van valami specialitás, a festékek úgy, hát ez bele égetve a lemezre. Most a lemez föl van csiszolva, persze én korom csiszolóval, és arra lett nyomtatva, hát ilyen... Így, hogyha megmozdítjuk, akkor lehet is látni, hogy irizál, igen, gyönyörűen fénylik. Igen. Na most ezek a kékek, ezek nyomda ízvésszel történtek, hát persze tönkrement egy kicsit, de azért fölhasználtam a lemezt, nem akartam eldobni, és... Aztán lakfilccel van egy pár kontúr. Tudok szivárogni úgy, hogy mat lesz? Ne, hát ilyen, kijönnek ilyen
betegségek, mit tudom én. Ja, igen. Hát mint a bronz is. Ilyen csak te csinálsz szerintem. Hát engem akkor ez szórakoztatott, és főleg azért, mert én ezt építészeti alkalmazásra gondoltam, hogy ez burkolatnak is jó, de mik az építészek ezt meghallották, hogy alumíniummal burkolni, tehát a undorító alumínium lemez. Hát mondom, nem attól függ, hogy mit nyomtatok rá, vagy mi lesz belőle. Ezek az újabb dolgok közül való, úgynevezett dobozképek, ebből készült egy pár változat. Igen, hát itt már a fekete, fehér, ezüst és arany jelennek meg önmagukban, tehát a többi színtől megszabadultál. Még egyet mutatok. Hát sorozat. Magyarul bőrös, ezek fekete, inkább már jelek. Nem is tudom. Sok. Hát sok minden félébe bele kaptam. De hát. Szóval nem tervezek indulókat, ami látványba, vagy valami. Hát ezt majd mutatom a legújabb, hogy mondjam, kedvenceimet. Egy fának a története. Tehát egy öreg fa, amit megfojt a borostyán. És egy Golgota formát alakít ki. Tehát ez már egy kicsit meg van dolgozva lakfilccel. Ez volt... Ez a fotója ennek a fának. Igen, igen. És lehet látni rajta, hogy... Át van dolgozva. Szinte már egy ember alakot ölt. Igen, egy Golgota. Igen. És akkor ez változik különböző formákkal. Nagyméretű változat az a nagy teremben. Az előbb néztem is, nem is voltam benne biztos, hogy ez a te képed, igen. Mert az annyira újnak tűnik. Igen, ez még így. Igen. De több változatban készültem. Ez egy véletlen temetői élmény volt a nagyszüleimnek a sírjánál. Gyerekekkel mentünk gyertyát gyújtogatni, és már fél homály volt. És ahogy fölnézek az égre, és ott terpeszkedik ez a hatalmas fa. Akkor rögtön lefényképezte, Péter fiam az fotós, és akkor abból elindult. Tehát én, hogy mondjam, nem... Nézzük szóval nem egészen, a legújabb, csak, a nagy változatát. Igen, nézzük meg. Nem vagyok az a típus, aki ragaszkodik a végtelenségig ahhoz, amit addig csináltam. Ha jön egy erőteljes impulzus, egy élmény, akkor... Menjünk abba az irányba. Persze. Tehát nem... Na nézzük. A rumlit. Igen, látom. A rumlit is kérem lefotózni. Ez hozzátartozik a igazi műtermi hangulat. Igen. Ez fotó alapján fölrajzolva és hát megfestve, hát nagyon szolid színvilággal, szürkékkel, feketékkel. Meg ahol a háttérrel, ami én Nudlinak hívom, de van, aki kapszulának, van, aki vagy eső. Gemkapocsnak, meg mit tudom, minek. Hát ez egy régi történet, ez az alugrafikai korszaknak a termék, ez 50. Hát én azért... Tényleg nem tudom most. Én azért gondolok 60, inkább a 68 évekre. Így van, 68. Mert ezt a szálkázás előzte meg. Igen, igen. A kapszula az úgy született, hogy én ezt építészeti vonal el akartam sózni, hogy legyen. És
ez a szálkázásos technika az ott valahogy nem jött össze. Mondom, mi is építészet, ez a szálkázás, az inkább ilyen kisebb méretű képeken jó. És akkor ebből a szálkahúzogatásból, hát mondom, legyen egy keményebb egy forma. Sokszorozható, igen, keményebb motívum. Igen. És aztán ez úgy rám ragadt ez a nudlés. Bár milyen szépek ezek a rácsos műveid is, így egymás fölé helyezve, hogy véletlenszerűen milyen szép ritmust ad. Ebből kettő vas szerkezet, vasból van, ez már fával van létsz, mert hát körbefogta. Igen. Ki volt málítva? Volt egy kiállításom, és ott ezek már szerepeltek, ezek a nagyméretű dolgok, meg ez is. Majd ezt kinyitom, ezt. Ez két bábú, jobbról-balról, és ez meg itt a... Hát a címe kicsit a nagyzolósan. Világegyetem kapuja. Zizegő, világegyetem kapuja. És ez a két őrző, a kapuőrző. Igen. Milyen díjaid van? Hát az, abban nem panaszkodhattam, mert majdnem minden díjat, amit lehetett így Kossuth díjig bezárólag, sőt a milleniumi költségdíjat is, még a Rockenbauer volt akkor a kultuszminiszter. Én kaptam a festőt, Kányádi az író, abból pedig egy díj van csak, mert ezt kétszer nem adják ki. Sőt, hát most meg a kommunista oldalról is kaptam egy díjat, ezt tudod, nem? Vagy nem nagyon volt benne az újság. Nem vagyok bejáratos. Jó, akkor ott nem vagy. Ott egy-két kollégával találkoztam a díjátadásnál. A Táncsics alapítvány, tudom, amit a Gyurcsány alapította, nem? De már éppen lemondott, úgyhogy nem tőle kellett átvennem a díjat, úgyhogy életmű díjat adtak. Hát mondom, elfogadom, már miért nem fogadja. Pénzt adnak, hát mondom, üsse partát. Megcikiztek kollégák, tehát én, hogy ezt nem kellett volna elfogadnom. Én kárpotlásnak veszem, mert annyi pénzt vettek ki a zsebemből. Hát például Derkovics ösztöndinek, már ott kihúzták. Hát ez 3 évig egy kezdő művésznek, hát ez egy fantasztikus indulás, hogy 3 évig havi pénzt kapsz, és akkor az még egy jó díj volt, tehát elég jó pénz volt. Nem hívtak meg a pályázatokra. Letiltott a megyei pártitkárnő, hogy vegyenek tőlem képet. Ki jött? Cservenkáninak hívták. Hogyne. Igen. Híren. És két év, vagy nem tudom, 3 évnek a vásárlását kérte, hogy a Városháza nagytermébe rakják ki, hogy mit vettek. És akkor jött a Cservenkán, hát az ilyesmit már nem kéne megvenni, meg olyasmit, meg az, hát persze a Daim név is ott volt benne. És akkor ez ragaszkodott az akkori igazgató, hogy hát nem veszünk, mert hát félti az állását ő is, úgyhogy na, ilyenekből, egy csomó dologból nem nagyon jelöltek aztán izékra se, külföldi ösztöndíjakra se, illetve tanulmányútra, meg erre. Aztán valamiért rossz nevem lett a minisztériumban, a célidőben kezdődött, akkor itt is, mikor a Kovács Margit Múzeumot avatták. De művészek nem mentek el, kivéve egy-két öreget, aki elment. És aztán valahogy az a híre terjedt el állítólag, hogy ezt én szerveztem meg, hogy a művészek nem menjenek el. Na hát aztán az Acélig elment a történet, és akkor visszaüzent, hogy művészek le vannak szarva. Akkor én mondtam, hogy mi is leszarjuk. Na hát ezt is visszamondták, szóval úgyhogy én ott jó el voltam másva ilyen szempontból. Szegezve az egészet, akkor miből éltél? Hát egyszerre a feleségem dolgozott, tehát már az egy alap összeg volt, és főiskola után én, mivel részkarcos voltam, bementem, hogy tudnak adni valamit, és akkor én kitaláltam azt, hogy panorámak
képet részkarcok Szentendréről, meg mit tudom én. Kértem, hogy nincsenek a város légi felvételek. És akkor én azt meg részkarcoltam. De volt, amit mondjuk így rajzba előkészítettem, tehát saját fotó alapján, de az nem légi felvétel. És akkor én ezt beadtam, megrendeltek 25-öt belőle, de meg kell mondjam, abból a 25-ből két hónapig, három hónapig lehetett élni. Ma már ebből nem lehet megélni. És ezek voltak a tisztességes megélhetési források, hogy az előbb emlegetett Vaszkó Erzsébetre hivatkozzak, ő a testvéreivel például karácsonyfa díszeket festett. És mindig büszke volt rá, azt mondta, hogy odáig nem süllyedt, hogy Lenin meg Sztálin képeket meg, különösen Rákosi Mátyás nem festett. Egyszer volt egy, az is egy érdekes történet, a református iskolába csináltam egy üvegablakot. Hát az a ferenceseknek is csináltam, mert akkor a fiaim jártak oda, itt meg a unokáim jártak, és ezt akkor megkértek. Hát persze fél áron, negyed áron, vagy mit tudom én csináltam. Érdekelt is a technika meg minden, úgyhogy szívesen csináltam. Kellett bele motivum, már csak azért is, mert egy erdőről szól, egy vízpartra ültetett fa. Révén, hát gondolom, ahol egy fa van, ott erdő is van, és az erdőnek a állatvilágából is bogarak, kígyó, kagylók, vízpartról is szól. Itt vannak a kagylók, halak. Hát aztán becsempésztem egy-két nudli formát, hogy a kozmosznak a jelképe is jelen legyen, mint sugárzás, ami hát áthatja a világunkat, és alul meg van még egy bábú, ami hát az ember szimbolizálja, amelyik hát végül is tönkre teszi azt a világot, amit ez az üvegablak ábrázol. És ott súnyog lefelé zégyenkezve, és tűnik el a lépcső haját. Sajátos megközelítés. Minden ez az enyém, ez nem a plébános úrnak. Hát egy kicsit kiléptem abból a világból, amit eddig mondjuk a nyakamba vartak. Még magam is összetákoltam. De jól esett, meg kell mondjam, hogy nagyon szerettem az üvegablakot, és hát megbízást ebből a témából nem igen lehetett kapni. Megvoltak a kijelölt emberek, akik hát ezt tömegesen csinálták annak idején. De ma már nem nagyon csinálnak üvegablakot. Hát nem tudom. Lektorátust kéne megkérdezni. Itt az égi jelenség, a tűznek a megfogalmazását kellett valahogy illusztrálni. Hát ez minthogyha ez a lángnyelvek lennének. Igen, ahogy jön be a kozmoszból az üstökös vagy a meteoroknak, és ha a földbe, a légkörbe bejutnak, akkor az kigyullad, illetve elég. Na itt is az égés, hogy bejön a légtérbe, a lángokra, szalángok veszik körül a becsapódó, hát mondjuk a dejm nudlik is benne vannak, mint kozmikus részecskék, és azok a légtérbe érve lángra lobbannak. Tehát körülbelül ez a ennek az illusztrációja. Nekem a pünkösd jut eszembe, amikor a Szentlélek lángnyelvek formájába szállt le az apostolokra, és nyelveken kezdtek beszélni. Jó. Egy tanításban részesültek, jó, és itt ez a tanításnak a helye. Na, ezek után ezt is el fogom mondani, ha valaki érdeklődik a gondolatról, hogy miről is szól. Találkoztam a lektorátusnál dolgozó egy fiatal hölgy. És akkor valahogy szóba jött az üveg, azt mondja, és pályáztam rá, mondom, nem, mondom, én nem vagyok ott bejáratos, meg... De azt mondja, adjak be utólag. Mondom, már készen van meg. Nem baj, adjon be.
Na most akkor megírtunk egy hiszét, hogy kis pénzt kér a iskola, és a igazgatónő személyesen viszem be, hát az jobban hat. Na hát aztán ott megalázták őt is, meg engem is. Azt mondták az igazgatónőnek, azt mondják, ha előbb jön minden, azt mondják, akkor mi tudtunk volna jobbat is ajánlani. Na most, hát azért ez ciki, nem? Itt Szentendrén potyán csinálok kizét, és akkor még azt mondják, hogy még jobbat. Úgy.